A Magyar Szocialista Párt elnök helyettesének, hát megelőlegeztem, vagy nem is tudom, elszóltam magam, mert nem örömöt akartam adni, hanem lehetőséget, hogy beszéljük. De remélem, hogy örül, hogy velünk beszél ilyen korán reggel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük Dunaújvárossal. Ugye a felvezetőben mondtam, ugye nagyon közeleg az időpont, ugye a hétvégén ott választást tartanak. Mennyire lehet ezt párhuzamba állítani például azzal, ami Győrben történt? Ugye volt a választás, és ezt követően vannak különböző helyhatósági választások. Most ugye akkor Dunaújvárosról beszélünk. Hát annyiban lehet párhuzamba állítani, hogy itt ugye teljesen más az eredője, hiszen itt polgármesteré választották a korábbi egyéni országgyűlési képviselőt, és ezért kellett ugye időközi választást kérni. Talán ennyi az összes párhuzam, hiszen azért Borkai teljesen más ügyek miatt mondott le, sőt egy hatalmas botrány miatt mondott le, és itt az ellenzék közös jelöltet talált, és a közös jelölt én azt gondolom, hogy egy nagyon jó jelölt, és bízom benne, hogy meg is fogja nyerni Kálló képviselő úr, vagy képviselő jelölt úr meg fogja nyerni a vasárnapi választásokat, és Pintér Tamás pedig egy kiváló polgármester lesz. Így meg tudunk őrizni egy olyan nagyvárost, meg tud őrizni az ellenzék, és működtetni tud az ellenzék, ahol meg tudja mutatni azt, hogy milyen az, amikor az ellenzék közösen dolgozik. Milyen érdekes, amikor azt mondja, hogy meg tudjuk őrizni, mert azért Dunaújváros és azok az ipari városok azért régen a baloldal fellegvárának számítottak, most pedig gyakorlatilag egy jobbikos jelöltről beszélünk. Én inkább azt mondanám, hogy összellenzéki jelöltről beszélünk, és ez egy nagyon-nagyon fontos eleme, központi eleme a mi politikánknak, hiszen nagyon fontos, hogy meghalljuk azt, amit mondanak a választók, hogy fogjatok már össze. Tehát ez az első és általában az utolsó tanács is, illetve követelés is, amit általában kapunk. 2014 óta? Nagyjában egészében. Én azt gondolom, hogy mostanra már megérett az a helyzet, amikor ezzel eredményeket is el lehetett érni. Megérett az a helyzet, amikor azok az emberek, akik ebben az összefogásban részt vettek, kellőképpen közös platformra tudtak kerülni, és megtanultak rendesen együtt dolgozni. Meg is lett ennek az eredménye. Mi a vélemény arról, hogy a Fidesz és a kormány kommunikációjában most már lassan 48 órája, inkább még csak 24 plusz, az a domináns üzenet, hogy Gyurcsány Ferenc a balliberális oldal új vezetője, és mögé fog beállni az egész oldal, és ő lesz potenciálisan a kormány kommunikáció szerint, illetve a kormányhoz közeli lapok szerint az ellenzék miniszterelnök jelöltje? Az, hogy ebben semmi új nincs, annyit mondják, mint hogyha ezt szeretnék. Hát ezt mondják nagyjából 2010 óta, hogy Gyurcsány, 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 ők folyamatosan csak az ő nevével kampányolnak, ellenünk természetesen. Hiába van Gyurcsány Ferenc egy másik pártban, én magamról is találok egyébként még szórólapokat, amikor én Gyurcsány Ferenc katonája vagyok, én a Magyar Szocialista Pártnak vagyok az elnök helyettese, a Magyar Szocialista Pártban baloldali értékeket képviselve. Ő meg az elnöke volt? Ő meg az elnöke volt, de az ott egy másik pártnak az elnöke, a Demokratikus Koalíciónak az elnöke, én pedig a Magyar Szocialista Pártban. Ebben semmi új nincs abban, amit a Fidesz mond, ezt mondják, és ezt is fogják még mondani. Gyurcsány Ferenc egyébként azt mondta, hogy ráadásul itt az ATV-ben, hogy nem lesz a következő kormánynak a tagja, innentől fogva akkor kizárható az, hogy miniszterelnök jelöltje lesz mondjuk az ellenzéknek, legalábbis a mai álláspont szerint. Ugyanakkor akkor, hogyha ránézünk a felmérési eredményekre, a múlt héten több publikáció is volt ezzel kapcsolatban, akkor nem ijeszti meg például az, hogy említette, hogy ön elnök helyettes annak a pártnak, amelyik gyakorlatilag a váltópártja volt mondjuk úgy a Fidesznek, vagy mondhatjuk azt, hogy a legjelentősebb ellenzéki párt volt, most pedig azt mérik, hogyha Párbeszéddel közösen indulnának, akkor nem jutnának a parlamentbe, mert nem lenne meg a listához szükséges 10%, és hát egyedül is nagyon-nagyon döcögne az a bizonyos 5%. Nem lehet, hogy azért vonzódnak más szövetségekhez is, mert valljuk meg őszintén, hogy egyedül nem menne? Hát az, hogy melyiknek az okozata, az, hogyha belemegyünk egy összefogásba, és akkor nyilvánvalóan az embernek ugye az arcéle, a saját karakteres politikája kicsit kevésbé látszik, az ennek az okozata, vagy éppen az, hogy meghalljuk és megfelelően teljesítjük a választópolgároknak az akaratát, és ennek van-e bármilyen pártpolitikai hatása, az nyilvánvalóan elgondolkodtató. Az, aki ilyenkor nyugodt, és nem a munkára, nem a saját üzenetének a megformálására koncentrál, én azt gondolom, hogy ez mint hibát követel. Nekünk is most ezt kell tenni, a saját politikánkat, a saját baloldali karakterünket, a saját pártkarakterünket kell most kidomborítani, ezért most egy országjárásba kezdett a Magyar Szocialista Párt. Tegnap voltunk Miskolcon, illetve egész északkeleti régióban voltunk, a Nyírségben, Hajdúságban. Mit jelent a többször az elnökség, vagy a helyi tagok? Az elnökség, a frakció, tehát úgy mondom, hogy a vezető testületeknek a tagjai voltak ott, és a végén pedig ugye megvitattuk a pártnak a stratégiáját, megvitattuk a párt alapszabálymódosítását,
és azt láttuk, hogy ebben a stratégiában be lehet emelni olyan baloldali elemeket, amelyek nagyon jól ki tudják egészíteni ugye az ellenzéki politikai pártoknak azokat a programjait, amit később ugye össze kell fésülni, hiszen kell legyen valami olyan összetartó tartalmi erő, amivel közösen tudunk politizálni, és fel tudunk lépni 2022-ben, hiszen mi ezt mondjuk, hogy 2022-ben igenis a Magyar Szocialista Párt, illetve a többi ellenzéki párt állítson egy jelöltet a Fidesz egyjelöltjével szemben, hiszen csak így leváltatóak. Ezt megtanultuk október 13-a óta, az összefogásnak annak nincsen ilyen szempontból alternatívája. Ezeket a baloldali értékeket mi pedig nagyon karakteresen fogjuk képviselni, a szolidaritást, az igazságosságot, a jog előtti egyenlőséget, a tartalmi demokráciát. Karácsony Gergely főpolgármester úr nagyon markánsan fogalmazott, azt mondta, hogy a kormány a halántékunkhoz tette a pisztolyt, az iparűzési adó potenciális átalakítására gondolván. Azt is hozzátette, hogy ha a helyben képződő adónak csak egy valamennyivel több részét itt hagynák a városban, akkor soha nem kéne a kormánnyal tárgyalni. Ha megtörténik a módosítás, akkor viszont sokkal többet kell. Mennyit tudunk ezen a ponton a pletykákon és a legkülönfélebb sajtóhíreken túl erről a dologról? Ugye annyit látunk, annyit tudunk, amit a pénzügyminiszter is elmondott, hogy majd még egyeztetnek, hogyha ez az egyetlen pozitívum egyébként ebben a hírben. Attól függ, kivel egyeztetnek? Ő azt mondta, hogy az önkormányzatok szövetségével. A kormánytagokkal nem hiszem, hogy egyeztetnek, mert néha az ember azt gondolja, hogy nem beszélnek egymással. Itt az euró árfolyam kapcsán kérdeztem meg, hogy esetleg Matolcsi és Varga beszélnek egymással időnként. De visszatérve a... Nyilvánosság előtt mindig. 3.38-al nyitott ma ugye az euró, csak gyorsan megnézek. Igen, 309 forint a dollár, sokkal jobban zuhan a forinthoz képest, bocsánat. Így van. Na most itt az iparűzési adónál azt látjuk, ugye, hogy megint a tőke mellé áll a magyar kormány, tehát azt látjuk, hogy az önkormányzatoktól elvesz, hiszen az értékcsökkenést, az amortizációt ugye le lehet venni az adó alapjából, megint azok mellé áll, akinél a termelő javak ott vannak, és az önkormányzatoknak pedig ezzel csökken a bevétele. Ennek ön szerint egy rossz kapitalista szemlélet az oka, vagy politikai oka van? Ez mind a kettő egyébként alapvetően, de a politikai ok az ebben a pillanatban a relevánsabb, hiszen Orbán Viktor ugye meghirdette, hogy majd ő együtt fog tudni dolgozni a nagyvárosoknak a polgármestereivel, akár Budapest főpolgármesterével is, aztán utána most bebizonyítja, hogy nem. Ezt akkor is egyébként nagyjában egészében mindenki gondolta, hogy nem akar ő majd annyira együtt dolgozni, ezzel Budapestől majd 80 milliárd forintot vesznek el. Az önkormányzatok saját bevételének körülbelül a 20%-át veszik el ezzel. Azzal, hogy megint odaállnak ugye a multik mellé, akiknek a termelő javaik megvannak, mi azt mondjuk, ha csökkenteni akarják az adóterheket, akkor csökkentsék a bérre rakódó költségeket. Egy baloldali ember ennél többet nem mondhat. És akkor maradjon több a dolgozóknál, maradjon több azoknál, akik dolgoznak ezekben a multinacionális cégeknél, végtére is ők a magyarok, és a multinacionális cégeket pedig, hogyha a megfelelő adókat kivetik, akkor azokat fizessék be, és a városokat pedig hagyják működni. A városok ebből fejlesztenek, sőt, sajnos, ugyanez egy fejlesztési forrás, az iparűzési adó, most már nagyon sokan ebből működnek, nagyon sok önkormányzat ebből működteti a városát. Nem tart attól, hogy ennek a két kommunikációnak az összemosása potenciálisan zavart kelt a fejekben, hogy akkor vagy azt kéne eldönteni, hogy ez egy politikai bosszú az önkormányzati győzelmek miatt, vagy a kapitalisták védelme és a multik védelme az emberekkel szemben, most csak mondtam két szalagcímet, ami nem feltétlenül fog összeállni. Én nem gondolom, hogy ez a kettő ez ellentmond egymásnak, tehát Orbánik mindig a pénz oldalára álltak, meg a multik oldalára álltak, a másik oldalon pedig, hát hogyha ezzel most két legyet üthetnek egy csapásra, és az önkormányzatoknak is, hogy a nyakán egyet csavarhatnak, akkor ezt ők meg fogják tenni. És egyébként meg fogják tenni mindenfajta könycsepp nélkül, hiszen a számukra nem kedves önkormányzatokat így olyan helyzetbe hozhatják, hogy folyamatosan náluk kell majd előszobázni, pénzt kérni. Itt arról szól, hogy az önkormányzatoknak a saját bevételét kell csökkenteni ahhoz, hogy a kormánynak úgymond a primátusát, tehát hogy mindenben ő dönt az utolsó járda felújításig, azt meg tudja őrizni a kormány, ő az egyetlen, a kormány az egyetlen, aki pénzt oszt, nála kell kilincselni, nála kell. Meglátjuk, mi lesz az egyeztetés után. Így van, Szakács úr, köszönjük szépen, hogy itt ért.